Mindig ez a világ vonzotta Kovács Dánielt, és közben adódott a lehetőség a felvételre. Így az újdonság varázsa is hatott rá, amikor elhatározta, hogy a divat és textiltervező specializációra jelentkezik. Ez a különlegesnek tűnő képzés a PTM Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetben a tárgyalkotás alapképzési szakon 2021 őszén indult. Mindig egy adott nyitó koncepcióval kezdünk, szóval kapunk egy feladatot, és akkor ki az, aki hozzá társít dolgokat, meg milyen dolgokat. Nekem itt ez a kollekció a 99-es Woodstockból inspirálódott, és igazából a mintáim, a logón az digitál printer nyomtatott, saját magam által tervezett, így a fesztiválon ez a tábla felmutatós dologból kiindulva, illetve az egésznek van egy ilyen, nem is tudom, elszabadult a pokol, hatalmas felfűtött érzelmek, és ezt szerettem volna így a nagy sziluettekkel, bőrruhákkal visszahozni. Úgyhogy inkább először megvan a gondolat magja, és akkor azt utána bontogatja ki az ember, és ez így épül fel szépen lassan. Dani három munkáját hozta a kiállításra. A másik alkotása esetében az újrahasznosítás volt a feladat, merőben más gondolatiságot tükröz a jövőre végzős alkotó műve. Tudtam, hogy lomisztam ezt a két hatalmas sötétítő függönyt, ami a külseje ennek az egész tértextilnek, és őt szerettem volna felhasználni. És egy kicsit szerintem az is benne volt, hogy szerettem volna megpróbálni minél többféle dolgot, hogy ne csak egy valamit próbálja ki az egyetem alatt, hanem minél jobban kihasználjam a lehetőségeket. És így alakult meg ez az alkotás. Bukics Márta első éves hallgató volt idén. Kiskora óta érdekli a divattervezés. Mindig rajzolgatott otthon. Az volt az álma, hogy divattervező legyen. Senki se hitt bennem, szóval így magamba se hittem, és így elkezdtem, én Győrbe jártam iskolába, és Győrbe is lakok, elkezdtem ott egy ilyen OK-s képzést, és ott találkoztam egy divattanárral, aki divat egyetemen tanult, és ő mutatta meg nekem ezt a szakmát úgy igazából. És hogy belőle inspirálódva láttam, hogy mit lehet itt kihozni magamból, és hogy ez mennyire tetszene nekem, vagy sem. És hát így nagyon megfogott, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom, és sikerült. Szóval nekem is ez is egy ilyen pozitív visszajelzés volt. Az elmúlt fél év munkáit mutatja be ezek a ruhák, teljesen új tervezések. Itt kettő hordható ruha látszódik, szóval nem egy elvont, egy igazán hordható ruha. A másik ruhám pedig egy inkább elvontabb, és nem venné fel az utcára, szóval inkább egy hordhatatlanabb ruha. És szerintem ez a kontraszt úgy bemutatja az elmúlt fél éves teljesítményemet is, és azt is, hogy tudok ilyet is, és olyat is tervezni és megvalósítani. Ha elvégzi az egyetemet, akkor szeretne tervezőként betársulni cégekhez, azonban az egyetemet is szeretné folytatni. Én nekem így kicsit az van a fejemben, hogy többet tanulnék az egészről, mint dolgoznék, szóval lehet, hogy dolgozás közben is egyetemre járnék, mert nagyon szívesen megtanulnék külföldön is, vagy bárhol, hogy milyen, hogyan állnak ehhez a divat szakmához, szóval nagyon érdekel ez is, aztán ki tudja, mi lesz még az életből, lehet, hogy tanár leszek, vagy nem tudom. Szóval nagyon pozitív módon állok ehhez is, hogy bármi lehetséges. Két olyan mester van, akitől nagyon tudtam inspirálódni, ugye a két divattanárunk, az egyik Surányi Szilárd, aki igazából nekem ezt a művészi felfogást adta így igazán át, meg az, hogy hogyan fogjuk fel a mi, mint diákok, a nagy cégeknek a menetét. Így ezt tanultam meg tőle a legjobban. A másik pedig Konsánszki Dóra, őtőle pedig inkább ezt a hordható stílust, és vagy hát hordható dizájnt tanultam meg, hogy hogyan kell megtervezni, és ezt az igazán ilyen koncepció felépítkezést, ami a divattervek mögött van. Így mindenkitől más tanultam meg, ami így hasznos volt számom. Salétli Eszter Sára mindig magának varta ruháit, ezért már elég korán elkezdte érdekelni a divat világa, a tervezés. Azonban kiskorában nagyapja is vart neki ruhát, az egyik itt látható ruháját például nagyapja inspirálta. Ez egy első fél éves feladat volt, ez már egy második fél éves, ennél konkrét téma volt, egy építészt kellett választanunk, én az Oscar Niemeyert választottam, és neki a Niemeyer Kugel nevezetű épületét választottam, ami egy hatalmas gömb. Hát igazából a gömbforma a szoknyán található meg, a szoknyát csirkehálóból csináltam, és ráhorgoltam vékonyra vágott tüllel. A másik ruhát pedig hát egy szoknya feladat volt, és a nyomhagyás volt a téma. Én ott a nagyszüleimet választottam,
mivel a nagypapámat az előző szemeszterbe elvesztettem, és igazából ő szeretette meg velem a művészetet. Szóval a szoknyán a nagyszüleim képei találhatóak. Szitanyomással készültek a képek, és rá pedig halcsont merevítőből készült a váz. Nekem most ebben a fél évben legtöbbet Konsánszki Dóra tanárnő segített, mivel szerintem nem volt túl sok önbizalmam az első fél évben, és ezért nem is sikerült olyan jól. Viszont annyira inspirált engem, hogy ebben a fél évben egy olyan eredményt értem el, amire nagyon büszke vagyok. De viszont Surányi Szilárd tanár úr is nagyon sokat segít, vele most nem volt ruhatervezési feladatunk, de szerintem nagyon jó tanáraink vannak. A tárlaton a hallgatók öltözéktervező és autonóm textilművészeti alkotásai tekinthetők meg Pécsen a Nádor Galériában augusztus 2-ig.